abban nézek. Három. Sziasztok, Hajni vagyok a konyhából. Teázzunk együtt. Ahhoz, hogy teát készítsünk, az első lépésünk az, hogy forralnunk kell vizet. És már itt is vagyok. Mit szólnátok hozzá, hogyha együtt készítenénk teát? Itt van az ősz, itt van újra. Szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Nagyon nem is volt váltás, a nyarat gyorsan felváltotta az ősz. Nem tudom, hogy nálatok milyen időjárás volt a napokban, de nálunk rengeteget esett, és ami az eső velejárója volt, hogy egyik napról a másikra nagyon nagyot hűlt a hőmérséklet, én pedig sikeresen megfáztam. Megpróbáltam egy picit összeszedni magam, hogy ezt a videót elkészítsem, de az az igazság, hogy nem vagyok éppen a toppon. Nem tudom, hogy ismeritek-e azt a közhelyet, hogy a megfázás gyógyszerekkel egy hét, gyógyszerek nélkül pedig hét nap. Na hát ez tényleg így van, mi azt a tábort erősítjük, aki nem nyúl azonnal gyógyszerhez, hanem próbálunk kicsit a hagyományosabb módszerekhez nyúlni, akár ahhoz, hogy teázunk. Ha kell, akkor egész nap. Ugye, hogyha valakinek a torka fáj, akkor nem biztos, hogy jó forrón inni a teát. Viszont ha meg azt nézzük, hogy hogyan kell igazándiból elkészíteni a teát, annak az a lényege, hogy forráznunk kell. Tehát nem elég meleg vízbe belelógatni a filtert, hanem forrásban lévő vízbe kell beletennünk. Na. De lenne még egy kérdésem. Szeretitek a zserbót? Mi nagyon, az egész család nagyon szereti, nem csak enni lehet a zserbót, hanem képzeljétek el, folyékonyan fogyasztottatok már zserbót. Nem? Hát mi sem. De most együtt elkészítjük a zserbós teát. Képzeljétek el, hogy létezik ilyen, az a neve, hogy zserbó tea. Na most, van valami, amiért bocsánatot kérek, ahogy ránézek erre a teára, mégpedig az, hogy az van ráírva, hogy téli varázs. Hát nem tél van, hanem még csak ősz, de igazándiból jégkrémet se csak nyáron eszünk, úgyhogy ez miatt elnézéseteket kérem, nem az van ráírva, hogy őszi varázs tea, hanem téli varázs, de a lényeg az, zserbó ízesítéssel készült ez a tea. Én már felkapcsoltam ugye a gázt, és fel is forrt a vizem, úgyhogy idehozom. Megpróbálok gyors lenni, gyorsan visszacsüccsenni, de vigyázni arra, hogy azért ne forrázzam le magam. Szóval zserbós teát fogunk készíteni. A forró vízünk itt van, éppen ugye lobogott alatta a láng, tehát szépen buborékolt a vízünk, rendesen forrt. Hát így vannak csomagolva egyesével ezek a kis teafilterek. Mutatom nektek is. A lényeg az, hogy a csészébe belehelyezzük ugye a filterünket, és forró vizet öntünk rá. Ígyni. Én ezt arrébb is rakom, hogy itt nehogy tényleg megégessem magam. Mártjuk, mártjuk, bent a filterünk, kevergetjük, hogy kijöjjenek belőle az aromák. Ugye, amit beszéltünk, hogy mindenképpen a teához forró víz kell, forrásban lévő víz. Nem tudom, hogy ti miket szerettek beletenni a teába. Van, aki csak mézzel ízesít, van, aki csak cukorral, van, aki cukorral, citrommal, van, aki mézzel, citrommal. Szóval van itt minden, ide készítettem, és igazándiból most egy kis pogácsát is, de hát nem tudom, hogy magához, a zserbó ízes teához illik-e még pluszba pogácsát is fogyasztani. Azért én ide készítettem mindent. Bocsássatok meg, megpróbálom egy picit. Igen,
érezni a teának az illatát, de megmondom őszintén, hogy mivel náthás vagyok, ugye beszéltünk itt a módszerekről, és ugye az egyik módszer az, hogy hogyan kúráljuk magunkat, amikor közel hajolunk a teánkhoz, forrásban lévő teánkhoz, és mély levegőket veszünk, ugye ezzel is megpróbáljuk tisztítani az orrjáratunkat, a tüdőnket magával, ugye a gőzöléssel, ugye egyik ősi magyar módszer, én most a teával is ezt teszem, de ugye a hagyományos gőzöléshez, ugye ott is a forrásban lévő vízbe a kamillát szokták belerakni, rá a lepedőt az ember fejére, és akkor lehet ott izzadni alatta, és tényleg kúrálni magunkat, de én azt hiszem, hogy ez is sokszor sokat segít, hogyha így a forró teának a gőzeit hát beszívjuk. Nagyon finom illata van. Na, akkor próbáljuk elkészíteni a teánkat. Hát én ide készítettem, ugye, ahogy már mondtam nektek, cukrot. Nem túl sokat teszek bele. Megkeverem. És még mielőtt tovább ízesíteném, azért szeretném megkóstolni így, mondjuk azt, hogy naturba, csak cukrosan, mert tudjátok, hogy sok teának nem tesz jót a citromlé. Úgyhogy megkóstolom így. Na! Igen, erre voltam kíváncsi, így érezni a zserbó ízt, a diót, a csokit. Igen. Na, de most, hogyha teszünk hozzá citromlevet, akkor nem tudom, hogy ez most mennyire fog úgymond felerősödni ezek az ízek, vagy pont, hogy elnyomja a citromlé. Hát majd mindjárt meglátjuk. Egy újabb kóstolás. Ó, és most már kiveszem a filtert. De erre a kis tányérra. És ugye tudjátok, hogy a másik lényeg, hogy nagyon nem szabad kinyomni a filtert, mert akkor keserű lesz az íze a teának. Ugye akkor nem biztos, hogy szeretjük a keserű teát. Nem, így is érezni. Tehát akkor ennek a teának jól áll az, hogyha teszünk hozzá citromlevet is, úgyhogy ha ti is kipróbáljátok, akkor nyugodtan tegyetek bele ti is, de hát lehet, hogy az a jobb, mert nem tudom, hogy milyen az ízlésetek, ha először tényleg ti is csak a cukorral ízesítitek, megkóstoljátok, és hogyha úgy gondoljátok, akkor utána legyen csak beletéve a citromlé. Én most teszek bele mézet is, mert a hangszálaimnak azt hiszem, hogy ez az, ami most eléggé kell, és remélem, hogy segítséget nyújt. Nem tudom, hogy mennyire lehet hallani, hogy egy picit orhangom van, de viszont a mézet is így teszem, mert nem szeretném, hogyha itt mindent összecsöpögtetnék vele. Ragadni azt tud a méz! És megmondom őszintén, hogy a mi kedvencünk a mézes tea, de csak nílával. Apa annyira nem igazán szereti a mézes teát, de mi nílával viszont szeretjük. Úgyhogy sokszor nem kérdés, és hogyha tényleg apa is náthás, meg van fázva, akkor ha tetszik neki, ha nem, ő neki is igenis fogyasztania kell a mézes teát. Keverem, kavarom. Kóstoljuk meg most, hogy milyen. Finom.
Nagyon-nagyon finom. Ha az én véleményemre vagytok kíváncsiak, akkor igenis a zserbó ízesítésű tea, tényleg zserbó ízű, nekem elnyerte a tetszésemet. Biztos vagyok benne, hogy még fogunk ilyet fogyasztani. Ha gondoljátok, akkor ti is vásároljatok nyugodtan. Ha nem tetszik, akkor olyan mondjam, engem szígyatok? Nem. De szerintem nektek is el fogja nyerni a tetszéseteket, mert tényleg nagyon finom. Még egy kortyot azért iszok belőle. Hú, tényleg nagyon finom. Nem szoktam én se forrón inni a teát. Most azért a videó kedvéért belekortyoltam, de fogyasztok hozzá egy kis pogácsát. Ezt Zolival sütöttük a mai nap. Nagyon finom sajtos pogácsa. Egyet harapunk a pogácsánkból, egy korty a teából. Aki szereti a zserbót, az szeretni fogja ezt a teát is. Várom a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, remélem, hogy jót teáztunk így együtt ezeken a, mondjuk azt, hogy hűvösebb napokon. Nyomjatok egy lájkot, sziasztok!